Sok szeretettel köszöntök minden kedves nézőt. A mai alkalommal József Attila Mama verseiről szeretnék beszélni. József Attila édesanyját Pőce Borbálának hívták, szabadszálláson született, és József Áron felesége lett Budapesten. 6 gyermeket szült, 3 élték meg a felnőtt kor, Jolán, Etelka és Attila. József Áron 1908-ban elhagyta a családot, egy alkalommal titokban lopakodott csak vissza, és egy kapuajban Jolánnal beszélt, de igazából a kisfiú nem tudta őt megismerni, hiszen nem találkozott vele 3 éves kora után. 1919. december végén, amikor József Attila szabadszállásra utazott élelmet kérni a rokonoktól, utazása közben, 1919. december végén Pesten a kórházban a mama meghalt. A költőnek az édesanyjához való viszonyát leginkább 2 traumatikus élmény köré lehet csoportosítani, ezek határozták meg legmélyebben. Az első az az öcsödi időszak volt. Jolán azt írja az öcsödről hazahozott gyerekekről a visszaemlékezésében. Mire hazamentem, az udvaron áldogáltak a szomszédasszonyok, anyám és a 2 gyerek körül. Mama szótlanul hallgatta az asszonyokat, s úgy szemlélgette a gyerekeket, mint a tyúk a tojásból kikelt kiskacsákat. Etus és Attila lehúnyt szemmel tűrte a vizsla tekinteteket. A kislány lassan-lassan felengedett, neki bátorodott, s ő még felelt egy-egy igennel vagy nemmel. Attila azonban mellére szegte állát, s tekintetét komoran függesztette a felnőttek arcára, úgy, hogy alulról szélesen villogott a szeme fehérje. Az öcsödi évek súlyosbították a költő személyiségében azt a krónikus instabilitást, ahogy ez Bagdy Emőke egy előadásában kifejtette, amely már talán az első 3 évben is jelentkezett az édesanyjához való kapcsolatában, de mindenképpen elmélyült öcsödnek a évei alatt. Ezt a krónikus instabilitást borderline szindrómának is hívják, és valószínű, hogy József Attilának ez volt a kórképe, ez a borderline szindróma, amely úgy határozható meg, hogy a gyermek és az anya kapcsolatban kialakuló sérülések meghiúsítanak egy biztonságos kötődést, egy ős bizalom kialakulását az anya és a gyermek között, amit 2 szóban úgy fejez ki Bagdy Emőke, etetlek, szeretlek. Ez a kapcsolat megjelenik 1934-ben az Iszonyat című versében József Attilának, amiben egy érdekes jelenséget ír le, amiben egy mama rábízza a kis csecsemő fiút a nővérére, és a lelkére köti, hogy vigyázzon rá, míg ő dolgozik. A versben így fogalmaz, a mama lelkére kötötte ezt a dögöt, a gyermeket, és a kislány egy kegyetlen játékot játszik a versben a fiúval, bedugja a cuclis üveget a szájába, majd mikor abból szopna, ki rántja a kicsi szájából, és a gyermek irtózattól nyírkossá válik, ha adja, miért veszi el, fogalmazódik meg akaratlanul a kis lelkében. Ez a fajta zavar a kötődésben a borderline szindrómának az egyik okozója. A természetes kötelékektől való eloldódás már 1925-ben a Nincsen apám se anyám kezdetű Tiszta szívvel című versében megjelenik, ahol ugye az apa, az anya, az Isten, a haza és a szerető képeinek a hiányát fejezi ki, ami ez a fajta eloldottság, ez a bizonytalanság képeként is értelmezhető. 1934-ben született a Mama című vers, aminek előzményei nagyon furcsák. Szántó Judit írta meg visszaemlékezéseiben, hogy hogyan született szerinte a vers, mi volt az előzménye. Hajnali 3-kor hazatér a költő, úgy teszek, mintha aludnék. Mellém ül. Judit, fent vagy? A hang ijesztően mély, komoly és konok. Fenn, szólok. Mi van veled, fiam? Semmi. Nagyon gazdag akarok lenni, szólt sürgetően.
Nem viccelek, gazdag akarok lenni, és tudod-e miért? Emlékszel, amikor a mama eltörte rajtam a seprőt, amiért kaptam? Hogy miért kaptam? Arra felej. Azért, mert anyád munkából jött, beteg is volt, és téged káposztáért küldött, és fonnyat, puhát hoztál. De mégis eltörte rajtam a seprőt, szólt Attila felcsattanva. És most azért akarok gazdag lenni, hogy kimenjek a temetőbe, és kiássam a sírt körmömmel, és szétverjem a koponyáját. Erre Judit sírva fakad, ahogy írja is a visszaemlékezéseiben. József Attila pedig a konyhában kimegy, és a visszaemlékezés szerint ott írja meg ezt a verset, bejön utána a háló részbe, és azt mondja, jól van, Judit, elmúlt, álmos vagyok. Ott van, Jutkám, olvasd. A mama, tehát olyan verdot a György szerint, mint egy síron túli engesztelő vers, amiben az artikulálatlan fájdalomtól való megtisztulásra tesz kísérletet, felolvasom ezt a verset. Már egy hete csak a mamára gondolok, mindig meg-megállva, nyikorgó kosárral ölében, ment a padlásra, ment serényen. Én még őszinte ember voltam, ordítottam, toporzékoltam, hagyja a dagat ruhát másra, engem vigyen föl a padlásra. Csak ment, és telegetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, s a ruhák fényesen, suhogva, keringtek, szálltak a magosba. Nem nyafognék, de most már késő. Most látom, milyen óriás ő. Szürke haja lebben az égen, kékítőt old az ég vizében. A versben az alaphelyzet, az a hiány érzet, az elszakítottság érzés, hiszen 19-es emléke az, hogy nem tudott elbúcsúzni az édesanyjától, mert a mama meghalt, miközben ő utazott hazafelé. Ebben a versben a felnőtt férfi reflektál a gyermekkori énje és a mama közötti kapcsolatra, amiben nincs egymásra találás. Mert azt írja a versben, teregetett némán, nem szidott, nem is nézett én rám, tehát sem a hangja, sem a pillantása nem éri a gyermeket, aki ebben bizalmat tudna meríteni. Azt írja, a gyermek még őszinte ember, még ordít, még toporzékol, mert kifejezi az érzelmeit. A felnőtt pedig belátja, hogy az édesanyja milyen áldozatot hozott ezzel a rengeteg munkával, a terheknek a hordozásával, hogy őket felnevelhesse. A munka, amit végez, tehát hogy teregeti a ruhákat, az olyan, mint egyfajta a mennybe menetelt előkészítő elemek. Azt írja, hogy a dagadt ruhák szálltak, keringtek a magosba, majd a végén az égnek a vizében kékítőt oldó anyának az óriási képe jelenik meg, akinek szürke haja lebben az ége, mintha a felhőknek a képében is az édesanyjának a korán megőszült haját láthatná. Ez az eszményített személy a vers végére elérhetetlen, hozzáférhetetlen állapotba kerül, kvázi az égbe költözik, és ezzel lényegében a hiány összekapcsolódik egy állandó jelen valósággal, ami az édesanyának az alakját meghatározza. Így fejezi ki ambivalens érzéseit az anya iránt, a hiány és a jelen valóság együttesen, ezt táplálja benne. Freud szerint az ösztönök sublimációja a művészet. Szántó Judit visszaemlékezése azt sugallja, mintha azt a feszültséget, amit a visszaemlékezés szerint egy rosszul sikerült estély 60-i Bertalannál idézett fel József Attilában, mintha az írás egy sikeres terápia lenne ezeknek a sérelmeknek a feloldására, hiszen azt mondják többen is, hogy bármi történt vele, az életben mindig az volt a végső konklúzió, de hogy mert a mama meghalt, mert a mama nincs már. És a kérdés, hogy a vers születésének ezek a leírt előzményei tényleg ezt az írásterápiát illusztrálják-e, mert a költői alkotás folyamatban azért ilyen könnyen nem lehet belepillantani, nem világítanak rá a költői alkotás folyamatnak a titkára. 1931-ben írta az Anyám című verset, amiben
aminek van egy előzmény verse is, aminek az a címe, hogy Anyám a mosásban gyászkoszorú. Ez egy szabad vers, és ebben a szabad versben több kép is megjelenik, ami majd az Anyám című versben is szerepel. Híres sorai, amit csak idézek, kis lábaskában hazahozta kegyelmeségtől vacsoráját. Lefeküdtünk és eltűnöttem, hogy ők egész fazékkal esznek. Ebben a képben a kegyelmeség, akikre rászorul az ember, a maradék, amit kis lábaskában hazahoz az anya, ez a megaláztatásnak ilyen egyszerű megfogalmazásaként is értelmezhető. Majd utána tudatos képben leírja, hogy ő tisztában van a mosónők társadalmi helyzetével, a mosónők korán halnak, törékeny termetét a tőke megtörte, mindig keskenyebb lett. Tehát az édesanyjának az elfogyása, megöregedése, itt ugye a versben is kimutat a tőkére, tehát arra, hogy a viszonyok milyen kizsákmányolóak a szegények számára. József Jolán is megrajzolja a mamát a visszaemlékezésében, egy nagyon szenzitív, nagyon érzékeny leírásokat ad a mamáról, aki egy elhagyatott, munkában megtört asszony volt, akinek Gyurkovics Tibor, magyar író szerint a kötelesség teljesítés kényszere kiölte a lelkéből a szeretetet. Gyurkovics Tibor epekeserű anyának nevezi egy visszaemlékezésében. Nem ismerte személyesen József Attilát, csak a versei alapján fogalmazott így a mamáról. Majd irónia is megjelenik az Anyám című versben, a felnőtt fiúnak az ironikus hangja, és mert hegyvidéknek ott a szennyes, idegnyugtató felhőjáték, a gőz, és levegőváltozásul a mosónőnek ott a padlás. Hát ugye a 30-as években egész Európában és Magyarországon is egyre nagyobb divat a turizmus, más helyeknek a felkeresése, fürdőhelyek, hegyvidékek, stb. És hát József Attila ironikusan fogalmaz itt, hogy hát van a mosónőknek is hegyvidék, a szennyes, van nekik is felhőjáték, amiben romantikus lelket gyönyörködnek, az a gőz, és ha a levegő változásra van szükség, hát akkor fölmegy a padlásra. Érezni ugye a keserű iróniát ezekben a sorokban. A mosástól kicsit meggörnyedt, én nem tudtam, hogy ifjú asszony álmában tiszta kötényt hordott, a postás olyankor köszönt néki. Ezekben a záró sorokban egy illúzióját fogalmazza meg az elégtételnek, hogy ezeknek a kiszolgáltatott szegény nőknek és férfiaknak is egy elégtételük van, az álom, mert az álomban teljes értékű emberhez méltó életet élhetnek, tiszta kötényt hordanak, és a postás köszön neki. A második meghatározó traumatikus élménye József Attilának az a bizonyos szabadszállási utazás volt 1919 karácsonyán, amikor azért ment le szabadszállásra a rokonokhoz, a Pőce család ott élő tagjaihoz, hogy egy kis krumplit, egy kis csirkét, egy kis élelmet szerezzen, hiszen Budapest a háború után, a forradalmak után teljesen kifosztott állapotba kerül. És büszke is volt rá, hogy milyen sok mindent visz, a vonat tetőn hasalva utazik Budapestre, napokig feltartják a vonatokat, nincs természetes összeköttetés, ezt tudjuk a történelemből. Ezt a Curriculum Vitae-ben írja meg 1937-ben ezt az utazását, és közben az édesanyja Budapesten meghalt. A Kései Sirató című versében 1935-ben ezt a kései gyászmunkát próbálja megírni, amit akkor 14 éves korában nem élhetett meg. Előbb vázlatokat készített, töredékstrófákat ehhez a témához. Például egyik töredékében azt írja, ölbe kapnálak, s úgy vinnélek innen, hol mindig dolgoztál e rongyvilágból. Rongyvilág az, ahol az emberek megrokkannak a munkában. Felolvasom a Kései Siratot. 36 fokos lázban égek mindig, s te nem ápolsz, anyám. Mint lenge, könnyű lány, ha odaintik, kinyújtóztál a halál oldalán,
Lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani téged, de nem futja, már látom az időből, a tömény tűz eléget. Utoljára szabad szállásra mentem, a hadak vége volt, s ez összekuszálódott Budapesten kenyér nélkül üresen állt a bolt. A vonat tetőn hasaltam keresztben, hoztam krumplit, a zsákban köles volt már, neked én konok csirkét is szereztem, s te már sehol se voltál. Tőlem elvetted, kukacoknak adtad édes emlőd, s magad, vigasztaltad fiad és pirongattad, s lám, csalárd, hazug volt kedves szavad. Levesem hűtötted, fúttad, kavartad, mondtad, egyél nekem nősz nagyra szentem, most zsíros nyírkot kóstol, üres ajkad, félrevezettél engem. Ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el, kértem én? Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer. Boldoggá tenne most, mert visszavágnék. Haszontalan vagy, nem lenni igyekszel, s mindent elrontsz, te árnyék. Nagyobb szélhámos vagy, mint bármelyik nő, ki csal és hiteget. Suttyomban elhagytad, szerelmeidből jajongva szült eleven hitedet. Cigány vagy, amit adtál hízelegve, mind visszaloptad az utolsó órán, a gyereknek kél káromkodni kedve, nem hallod, mama, szólj rám. Világosodik lassacskán az elmém, a legenda oda, a gyermek, aki csüg anyja szerelmén, észreveszi, hogy milyen ostoba. Itt anya szült, az mind csalódik végül, vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. A Kései sirató tehát egy gyászmunka kísérlete a mama halálának feldolgozására, amit árulásnak tekint. Benne van az a kép is, ami az Iszonyat című versben is benne volt, amikor arról ír, hogy tőlem elvetted édes emlőd, és ezzel magad is, tehát ez a biztonságos kötődésnek a korai megszakadása is, mintha benne munkálnának ebben a vád megfogalmazásában. Az anyaportré egy nagyon szép képben formálódik az első verszakban, lágy őszi tájból és sok kedves nőből próbállak összeállítani, írja, de nem megy, mert úgy érzi, nincs erre ideje, hogy ezt megvalósítsa. Nem is nagyon könnyű valakinek az alakját, a vonásait összerakni emlékképekből. Az anya hiánya az nagyon fáj neki, a női gesztusokban folyton fölidéződik benne a költő lelkében, és itt látjuk a vers második verszakában felidézni azt a traumát, a szabadszállásról hazavaló utazásnak a képeit, amikor a háború végi ország kaotikus viszonyai között ő mégis teljesítette a feladatát, mint gyerek, mégiscsak sikerrel jár, és hiába volt ez az erőfeszítés. Az anyaságnak a kapcsolati képei az emlő, az ajak és ugye az etetés, amelyek megjelennek ebben a versben, de mindez zárójelbe teszi azzal, hogy ez csalárd volt, ez hazug volt, ez félrevezetésnek értelmezte a gyerek. Azt is belátja egyébként, amikor a versben értelmezi az édesanyjának az alakját, hogy anyai kötelezettség, kötelességteljesítés, áldozatvállalás van a sok munka között, de azért felrója az édesanyjának, miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén. Más helyen pedig ugye a Dunánál című versében arról beszél, hogy édesanyám ringatott mesél, de közben, ahogy írja, mosta is a város minden szennyesét. Tehát a munka megalázó volt, a kizsákmányolt munkának a fájdalma is megjeleni ebben a versében. Valamint az a infantilizálás folyamata, amit a szerelmi költészetében is láttunk, hogy szemtelenné, provokatívvá válik a hang, hogy ki kényszerítse az anyából a reflexszerű választ, egy pofont akár, hiszen ezzel is csak az erősödne meg, hogy ő létezik, hogy van, hogy a kapcsolat közöttük újra születhet. Végül a belátással zárja a verset, a Kései siratót,
ami egy általános tapasztalat szerintem minden ember életében, kit anya szült, az mind csalódik végül. Tehát akit világra hoz egy édesanya, az valamikor meghal, mert mindannyian halandóak vagyunk. Ezzel zárja, ezzel a személyes megjegyzéssel ezt a 35-36 forduló során írt verset, 36 decemberében fejezte be, tehát szinte az évfordulóján az édesanyja halálának. 1936-ban a Dunánál című versében, amiben a nemzeti kiengesztelődés szükségéről ír, arról, hogy a harcot békévé kell oldani az emlékezés által, megjelenik egyrészt a személyes identitását meghatározó apának és anyának az emléke is, és ebben a versben egy nagyon különös két sort olvasunk, amiben lényegében úgy fogalmaz, hogy anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Az apa esetében egyszerű a válasz, 3 éves korától nem ismeri az apját, tehát nem hallgathatta az édesapjának a tanításai. Az anyám szájából édes volt az étel, azért érdekes, mert többször fordul elő a versekben olyan negatív élmény, amikor éheztek, éhesek voltak. Olyan is előfordult, Jolán írja, hogy egyszer megevett egy tál buktát, engedély nélkül, és az édesanyja véresre verte miatt a kihágás miatt. Tehát az evés, az éhség, az evés, a jól lakottság összekapcsolódik néha a megaláztatásnak, a fájdalomnak a képeivel. És ennek ellenére azt írja, hogy anyám szájából édes volt az étel. Mi ennek a gesztusnak az oka? Talán az, hogy ő személyes emlékei között, a szüleivel való kapcsolatait idézve, akarja elvégezni azt a munkát, a megbocsátás és a megbocsátás által a megbékélés gesztusát, amit a nemzettől is szeretne látni a nemzeti múltnak a tragédiáira való emlékezésben. Hogy ez mennyire őszinte és mennyire csak egy kísérlet az őszintességre, azt mindenki gondolja át maga a vers olvasása és elemzése során. Köszönöm szépen a figyelmet!